2016. szeptember 5-én délután egy 49 gyermeket szállító autóbusz Ludastó irányából Geszterét felé haladt. Az út egy jobbra ívelő szakaszon a növényzettől nem volt belátható, és ebben az időben a busszal szemben egy kis haszonjármű közlekedett. A járművek egyszerre érkeztek a be nem látható kanyarhoz, és rosszul megválasztott sebességük miatt összeütköztek. A baleset következtében a kishaszonjárművet vezető férfi és egyik utasa a helyszínen életét vesztette. A buszon utazó gyermekek közül többen megsérültek. A nyíregyházi törvényszék a mai napon másodfokon ítéletet hirdetett. Vádlott fogházbüntetését 3 évre súlyosítja, és a végrehajtásának felfüggesztésére vonatkozó rendelkezést mellőzi. A vádlott a fogházbüntetés fele részének letöltése után feltételes szabadságra bocsátható. Az autóbusz vezetőjét halálos tömegszerencsétlenséget eredményező közúti baleset okozásának vétsége miatt az elsőfokú bíróság 2 év, végrehajtásában 3 évre felfüggesztett fogházbüntetésre ítélte, valamint 3 évre eltiltotta a közúti járművezetéstől. Az elsőfokú bizonyítási eljárás során számtalan kérdés merült fel az ügyben, köztük az útszakasz súlykorlátozásának kérdése. Ezt már Helmeci László, a vádlott ügyvédje mondta el híradónknak. Véleménye szerint törvénysértő ítélet született. Elsőfokú bíróság megállapítja, hogy nincs tiltó távla, tehát nem hajtott be tilos területre, olyan területre a vádlott, ahol súlykorlátozás volt. A táblát utólag, a baleset után tették ki. Erre most másodfok, anélkül, hogy bármiféle tanúbizonyítást hajlandó lett volna elsőfok lefolytatni, azért nem folytatott le, mert az volt a meggyőződés, hogy nem volt ott a tábla. Nincs bizonyítva. Most másodfok felülmérlegeli, azt mondja, hogy mégiscsak van bizonyítva. Ez egyik legsúlyosabb szabályszegés, mert akkor tényleg nem mehetett volna be, hogyha súlykorlátozás van. Az más, hogy milyen forgalomszervezési problémák vannak ott, mert ugye a sebességet kellene korlátozni, a szélességet, stb. Tehát ez az a véleményem nagyon egyértelmű, hogy törvénysértő. Nyilván a kúria felülvizsgálatát fogunk kérni az ítélet vonatkozásában. Helmeci László hozzátette, reméli, egy percet sem fog fogházban tölteni a busz sofőrje. A vádlott arcát nem mutathatjuk. Az utolsó szó jogán a következőket mondta. Nagyon sajnálom ezt a balesetet. Könnyezem magam, hibásunk is felekezik.